üdvözlök mindenkit ebben az újabb videóban. Hamarosan érkezünk Bátaszék állomásra, és hát ugye pár videóval ezelőtt, most nem is tudom, hogy mentek ki a videók, úgyhogy inkább nem tippelem meg, hogy hány videóval ezelőtt, de innen Bátaszékről, illetve ugye Dombóváról érkeztünk ide Bátaszékre, és innen felfele Sárbogárd irányába mentünk. Most azonban szintén egy új vonalszakaszt fogunk megnézni, ez pedig majd a Baja illetve Bátaszék közötti vonalszakasz lesz. Ugye azért is mondom, hogy szakasz, hiszen magának a vonalnak már egy jelentős részét bejártam. Miközben érkezünk Bátaszékre, akkor azt azért tudnotok kell, hogy ez a 96 km hosszú 154-es vasútvonal, mely szintén egy egyvágányú nem villamosított vasútvonal kitérős megoldással. Innen fogunk megindulni. Most hagyjuk el Bátaszéket, és ugye egy érdekesség, hogy valamikor innen tervezték kiágasztatni a Mohácsi vonalat. Hát ez a vonal soha nem épült el, ez egyébként ez megérdemelne egy külön videót, de most csak így érdekességképpen mondom. És ugye szépen haladunk, azt hiszem Alsónyék lesz majd az első megállási pontunk, és hát ugye majd utána jön Pörbőj, ahol ugye kisvasút is van, hát ma nem fogunk kisvasutazni, viszont Baján le fogunk szállni, és onnan majd tovább egyébként a kiskunhalasi személlyel fogunk menni egy óra múlva, hogy egy kicsit Baján is tudjunk lenni, meg hát ugye ez nem közlekedik tovább. Igen, és hallhatjátok, hogy itt is bevezették a feltételes megállást. Ugye ez a Gemenc interrégió, ami Fehérvártól csak Bajáig közlekedik. Bajától majd Halasig személyvonattal, Halastól pedig interrégióval fogunk Kecskemétig menni, vagy Félegyházáig, majd meglátjuk. No, majd még egy érdekesség lesz, hogy átmegyünk szépen a Dunán, és hát ugye vasútilag a Dunán átkelni nem túl sok helyen lehet, ugye Újpestnél lehet az esztergomi vonalon, viszont teherforgalomra az a vonal nem alkalmas. Ellenben ugye Kelenföld és Ferencváros között egy hatalmas nagy forgalom zajlik, ezért is kell a harmadik híd, illetve a harmadik vágány, mint személy, de mint teherforgalom hatalmas, és ugye hát ha ott valami problematika van, akkor igen csekély lehetőség van, akkor el kell jönni egészen ide Bajáig, hogy az ember át tudjon menni a Dunán, át tudjon kelni a Dunán. Ugye valamikor erre még egy nagyon jó pörbőjön közbe, nagyon jó alternatíva volt, vagy lehetne ma is, a Dunaföldvári híd, amit megszüntettek vasúti értelemben. Egyébként ez is milyen jó, hogy ott van a település, mindegy, már nem látjátok. Szóval, hogy elhagyjuk a települést, elmegyünk mellette konkrétan, és megállunk a településnek a legszélén. Ezeken viszont simán lehetne korrigálni egyébként. És ugye ott van a kis vasút. Majd egyszer utazunk vele. Hát nem ma. Jó, és itt egy bézé. A Dombóvári egyébként. No, és hát majd most fogunk megérkezni a híthoz, illetve a Dunához. Én ma már egyszer átjöttem rajta Ferencváros és Kelenföld között. Hát ez még nem az volt. De igazából pillanatokon belül meg kell történnie a csodának. Itt még van egy megállóhely, azt hiszem Dunafürdő néven, viszont ott a Gemenc nem áll meg, vagy nem tudom, hogy ez egy ilyen időszakos megálló-e. Feltételesnek biztos nem feltételes. Ez az. És a Duna. Megérkeztünk Bajára, és benne áll egyébként a Floydnak a 003-as Schulzere, és ott van a Desirónk, amivel mi jöttünk. Itt meg a bajai állomás épület.
Azt hiszem megvan az index képünk. Jó kis együttállás. És ha minden igaz, én BZ-vel fogok majd menni Halasra. No, nézzétek meg, itt vannak a kocsi állások, itt a... Hát gondolom ez a buszállomás, bár túl sok busz nem áll bent. Szóval, mintha elhagyott lenne, egy busz állott egyébként. És mellette van a vasút, közvetlen ott a Schulzernek a kis pofája. És igen, a személyvonat szerintem BZ lesz, mert az jön majd be most Bácsalmás felől. Ugye a vonalat tulajdonképpen pont Bácsalmás és Halas között jártam be. Hát most pedig ugye Bátaszék, illetve hát teljesen bejárjuk újból azt a részt is, amit már bejártunk, és nagyjából ilyen kis környezet van itt. Nagyon hangulatos itt baja. Hát már másodjára nem tudtam jól lekapni nektek, srácod, mert hát nem tudja az ember, hogy mikor jön. Most mögülem jött. Egy 4.15-ös. Hát, ha csak ennyi emlékem lesz róla, akkor legalább ennyi lett. Hát gyanús volt nekem, hogy ez már nem egy létező buszállomás. Átkerült. Igen, átkerült pont oda, ahol egyébként Fornetit vettem innen egy 500 méterre, körülbelül, vagy 600-ra. Szóval nem messze. De akkor ez itt a megszűnt szellembuszállomás Baján. Nem tudom, mi lesz a sorsa, és azt sem igazán tudom, hogy miért került oda. Bár valóban a város központban van most, én ahogy láttam. Ez pedig ugye itt a város széle, viszont itt meg tök jó volt a vasúti kapcsolat. Hát valamit valamiért, biztos, hogy ennek így több értelme van, hogyha ezt meghozták, ezt a döntést. Ugye a legtöbb helyen pont ott mindig azt szeretnék, hogy a vasúthoz kerüljön közel a buszállomás, nem pedig, hogy innen elköltöztessék. Hát akkor igen, gyanús volt, mert azért elég rendezetlen már ez a állomás. Tehát akkor ez már nem egy létező állomás. Személyvonat érkezett Kiskunhalasról, a kijárató jobbra. Beérkezik 08-ra menetrend szerint, most 2 percet késett, tehát 10-re értve, és 16-kor már ki kéne indulni a Halas irányába. Na most egy BZ plusz pót, egy olyan rohadt hosszú állomáson, mint Baján, hát azért még körüljár a motor a pót körül, az csak úgy önmagában egy 5-6 perc. Pláne, hogy még késett 1-2 percet, ami azért mindig benne van. Nem tudom, ki volt az az abnormális, aki egyébként menetrendben egy BZ motor plusz pótos szerelvényhez 8 perces fordulási időt írt Baján, de szólok neki, hogy nem működik, haver. Egyébként hihetetlen, és ha belegondolok abba, a szívem megfájdul, hogy 4 óra 4 perc van, és már olyan szürkület van, hogy érezni lehet, hogy igazából egy fél órán belül sötét lesz. Hát itt a tél, ez egy óriási nagy hátránya a télnek, és ugye nekem is írtátok múltkor, hogy Nagykanizsáról már sötétbe indultam el, és nem láttátok a felvételen az állomásokat, megálló helyeket, tehát igazatok van, de ez egyre jobban meg fog történni, hogy az ember rásötétedik egy ilyen nagyobb túrán. Most is megtörténik, bár én azt gondolom, hogy Halasra még egészen jól fogunk beérni, tehát pont egy olyan jó fél óra múlva érek Halasra, addig szerintem élvezhető lesz, onnan tovább meg igazából már ismeritek a pályát, hiszen rengeteg videón van ott a Halas-Kecskemét közötti interrégióval. Bár még az is lehet, hogy a Kelebiai megyek fel, ezt majd eldöntöm igazából, de ha azzal megyek, az arról is van már videó, úgyhogy ott már nem maradtok le semmiről. Na nem, mintha egyébként ez egy olyan csodálatosan szép vonal lenne, hogy legyünk őszinték, tehát egy átlagos, teljesen átlagos
ilyen alföldi feeling. Most jön Mékút, és ha jól emlékszem, szerintem jól emlékszem, itt van a következő vonat találkozó. Őrült izgalmak, hogy vajon mi lesz? Egy úgy, igen. Félre ne értsetek, nem szokásom senkit sem bemártani, de hogy itt nem látok a jegyvizsgálót egész út alatt, egyszer sem jött el, és állítólag ez egyébként rendszeres, az azért nem jó, nem azért, mert hogy esetleg nem dolgozik, hát én ezt leszarom, pihenjen nyugodtan. Az a probléma, hogy ugye a csipogtatások által lehetne látni szerintem a legjobban, hogy micsoda kihasználtsága van ennek a járatnak, és esetleg lehetne sűríteni akár BZ motor, pót plusz motor, és akkor körüljárni se kéne. Úgyhogy igazából csak ezért sajnálom, meg azért sajnálom, mert én úgy tudom, hogy ő szokta bekapcsolni a fényt, hát azért most már el kéne, mondjuk engem nem zavar, tök hangulatos, csak hát valljuk be, hogy most már azért éppen kellene a világítás. De úgy néz ki, hogy szarik bele. Ja, voltam olyan nagyon jó fej, hogy én bekapcsoltam annak az egy utasnak, aki még itt van. Nagyon egyszerű egyébként, van egy világítás gomb, és szépen ide eltekered, akkor bekapcsolja, ennyi. Felle. Ilyen egyszerű. Ennyit kellett volna csinálni. Nem baj, majd én felveszem a fizetést. Na, megérkeztünk ide Kiskunhalasra, és itt egy jó kis BZ és Uzsgyi találkozót láthatunk. Itt meg a halasi állomás épület. Ja, és ezt ne értsétek félre, mert biztos, hogy majd megkapom a kommentet. Senkit nem nyomok fel, egyrészt fogalmatok sincsen, hogy melyik nap utaztam, úgyhogy nincs ezzel probléma. Nem is azért mondtam, de higgyetek el nekem azt, hogy én pont 99,9%-ban pontosan azt tapasztalom, hogy a szívüket, lelküket kitevő vasutasokat látok a mindennapokban. Közben a halasi állomásra valahogy vissza szeretnék menni, mert a Lidl-be voltam. Szóval, hogy ez ő rájuk nézve is szégyen. 70 km, nagyjából 70 km-t mentünk Bajától, mert ugye az összvonal az 96, hát körülbelül 70 km-t mentünk. Nem láttuk a jegyvizsgálót, sőt beszélgettem ott az iskolásokkal, mert volt, aki megismert, és mondták, hogy hát nem nagyon szokott jönni egyébként se. Ezzel is nekem tényleg van problémám, de tényleg csak azért, mert én azt hiszem, hogy a csipogtatás által is levesznek bizonyos statisztikai adatokat. Márpedig, hogyha ezeket a statisztikai adatokat úgy vennék le, hogy tényleges adatokat néznének, akkor bizony kiderülne az, hogy mennyire van igény arra, hogy itt esetleg valamiféle hát nem pótlás, hanem hogy esetleg több legyen a szerelvényben, akár ugye, ahogy mondtam, tehát motor plusz pót plusz motor. Ezen kívül egyébként borzasztóan zavart engem az, hogy volt egy utas, aki szeretett volna olvasni, de hát egy idő után már nem tudott, mert sötét lett. Ugye most hamar sötétedik, és hát nem volt hajlandó felkapcsolni nekünk a jegyvizsgáló a világítást. Én engem nem zavart, mert én amúgy szívesen már szundikáltam, ahogy valószínűleg fogok Kecskemétig. Viszont őt zavarta, és ez, ennek úgymond hangot is adott. És mondtam neki, hogy hát mondom, egyrészt nálam van szakasz kulcs, mindig van. Mondom, másrészt meg pontosan tudom, hogy ez milyen egyszerű folyamat. Úgyhogy felkapcsoltam neki a világítást. Ilyen egyszerű a történet. Nem tudom, engem most őszinte leszek felcsöszett, mert én 4 éve vonatozom. Ilyen trehány jegyvizsgálóval egyetlen egyszer sem futottam össze, és én azt gondolom, hogy a többi jegyvizsgálóra nézve, akivel a eddigi 4 éven belül összefutottam, és tényleg azt mondhatom, hogy szinte mindenki brutál jó fej volt, brutál kedves volt, brutál dolgos volt, szóval az ő rájuk nézve gondoltam azt, hogy én ezt megörökítem nektek, mert azt gondolom, hogy ő viszont abszolút nem volt brutál jó fej, sőt nem végezte el a munkáját. Ennyi. Aztán lehet most engem utálni, én már leszarom egyébként, mert mindig valamit mond az ember, de higgyetek el, én mindig szívből mondom ezeket a videóba, hogyha valaki ezért utál engem, én ezt szívből mondtam, akkor utáljon. Ezt a jó összképet elrondítja valami szili, figyeld meg.